Kedves nézők, ez itt már a Hosszabbítás. A Hosszabbításban női kézlabda, a stúdió vendégei a Ceglédi Kék Cápák és a játékosa Peszeki Laura és az Egyesület elnöke Púdi Zsolt. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Zsolt, első kérdés akkor neked, aztán Laura majd téged is fogadlak mindenképpen. Hogyan indult ez a bajnokság? Most már egy-két fordulón túl vagytok. Ha azt mondanám, hogy könnyű, akkor nem lenne a valóságos. Nagyon nehezen, ugye a körülmények nem változtak, így a Covid miatt, illetve a csarnok felújítása miatt meglehetősen nehézkesek a körülmények, ahol tudunk edzeni, de próbálkozunk, három forduló ment le, eddig a felnőttek egy vereség, egy döntetlen és egy győzelemmel állnak. Az ifisták egy vereség, két győzelem, a serdülők viszont mind a kettőt behúzták. U14, U12 is játszik már bajnok itt, úgyhogy ők is 50%-os eredményeket hoznak. Szerintem ez egyáltalán nem rossz. Mindig téma az értelemszerűen, hogy hol edzetek és hol mérkőztök. Ez változott-e az eddigiekhez képest, és ha igen, akkor hogyan? Nem változott, tehát ugye tavaly már három helyszínen is edzünk. Abonyban ugye mérkőzések vannak, Tápiószentmártonban megyünk a csarnokba egy-két edzésre, illetve a Pózusba dolgozunk még. Laura, egyébként nem véletlenül ülsz itt, mert hogy ugye mondhatom azt, hogy többszörös gólkirálynő, hiszen serdülőben és ifiben is, jól mondom? Igen. Ugye jól mondom, amihez ezúton is gratulálunk neked. Mielőtt még erről a szezonról beszélnénk, egy kicsit a kezdetekről. Én arra kérlek, hogy oszd meg a gondolataidat a nézőkkel arról, hogy hogyan is indult a te pályafutásod, és mikor. Első osztályban kezdtem, általános iskolában szivacs kézilabda volt, és az egyik osztálytársam anyukája mondta, hogy elmehetnék egy edzésre, megnézhetném. Nagyon megtetszett, és úgy voltam vele, hogy ezzel folytatom, és minél fentebb kerültem, annál jobban a szívemhez nőtt, és annál inkább nem akartam elengedni. Mennyire az életed szerves része most már a kézilabda? Hát teljesen. Ez mit jelent napi vagy heti bontásban? Mennyi elfoglaltságot edzésben például? Bár most ugye tudjuk, hogy nem egyszerű a helyzet. Hát heti három edzés körülbelül, és akkor ahogy van lehetőség. Igen. Hogyha visszagondolsz, akkor most már több mint egy évtizedes pályafutás van mögötted, mondhatom. Igen. Azt, ugye? Edzők, játékostársak, kikre emlékezel, vagy gondolsz szívesen vissza? Hát edzőm nagyon sok volt. Uh-huh. Nyilván nem évenként változott, de több évenként nagyon sok edzőm volt. A csapattársak is jöttek-mentek, de akik most vannak, ők velük már nagyon régóta együtt vagyunk. Ha visszagondolsz akár csak erre a szezonra, de inkább talán több évre is, emlékezetes meccsek vagy pillanatok a kézilabda pályán, van ilyen? Igen, az egyik dabasi mérkőzés, ami itt volt Cegléden, arra teljesen felkészültünk, és az a meccs óta itt megváltozott a csapat szellem, a csapat hangulat, azóta úgy állunk fel, hogy nincs lehetetlen, és hogy bármelyik mérkőzést megnyerhetjük. Hát ez aztán a szuper hozzáállás. Te még ifikorú vagy, de már játszol fel a felnőttben. Igen. Mekkora kihívás ez számodra? Nyilvánvalóan nagy? Hát igazából én nagyon örültem, hogy felkerültek, hiszen nagyon sokat tanulhatok. Fejben úgy döntöm el, hogy semmivel nem különbek, hiszen én is meg tudom ugyanazokat csinálni. Nyilván van bennem néha egy kis izgulás, hogy a felnőttek között látok. Gondolom, főleg az első meccsen volt ez, nem? Persze, igen. Zsolt, új szabályok. Lépnek életbe? Hogy is van ez? Igen, versenyeztetés. És hogy ki, mikor és hogyan lépett pályára? Ugye tegnap óta, ez hétfő óta, ezen a héten indult el ez a szabály, hogy a serdülő ifi U15, illetve a felnőtt korosztályban csak azok játszhatnak, léphetnek pályára, akiknek védettség igazolványuk van. Tehát ez lehet oltás is, lehet antitestes igazolás, illetve hogyha átesett a betegség, az a lényeg, hogy legyen valamilyen igazolása, hogy ő védett. Hát ez némi nehézséget okoz azért, ez hirtelen, mert két hete ezelőtt tudtuk meg, és azért én elég nehéz így a sorokat rendezni, hiszen a serdülőknél például van, aki 13-14 éves, tehát nem olyan nagy létszámban vannak beoltva. Lesz probléma biztos ebben a bajnokságban, mi igyekszünk ezt túlszárnyalni, tehát holnap például megyünk bajnoki meccsre Budapestre,
de hát 11 fővel el tudunk utazni, úgyhogy mondhatni azért valamilyen keretünk. Ebből fakadóan lesznek akkor hiányzók, ez kijelenthető. Igen, nekünk 26-os keretünk van a serdülőről, abból 12-en hadrafoghatóak, ez új szabály miatt. Hát más csapatok sokkal rosszabbul állnak, tehát ugye kapcsolatban vagyunk többiekkel is, és van, aki ki se tud majd állni. Mondtad ezt a tegnapot, meg holnapot, kedden beszélgettünk, szerdán láthatják a nézők ezt a stúdió felvételt, és akkor ezek szerint akkor hétfőtől él. Igen. Kézilabda berkeken belül, így most négy szem közt beszéljük már meg, milyen visszhangja van ennek? Hát én nem szeretném minősíteni ezt a szabályt, tehát nem is tisztem nekem. Ha én dönteném el, én biztos, hogy ilyen kisebb fiatalabbnak, 13-14 éves gyereknek nem tenném kötelezővé. Nyilván mindenki szülő döntik el, illetve maguknak a nagyobbak már, hogy ők akarnak-e oltatni, ez mindenkinek a magánügye. Én nem biztatok arra se senkit, hogy ne oltasson, arra meg pláne nem. Arra biztatom, hogy oltasson. Nyilván mi is be vagyunk oltva, de hát mi felnőttek vagyunk, és azért szerintem ez a kettőt külön kéne venni. Meg kell oldani ezt is. Gály József sportcsarnok. És akkor tiéd a szó. Mert hírlik az, hogy talán egy kicsit akadozik a gépezet. És hát van hiány. Nincs hiány. Nincs hiány? Nem. Tehát nyilván pletyka szinten sokkal rosszabb a helyzet, mint a valóságban. Akkor fogalmazunk, hogy több pénz kellene. Én így értettem, hogy hiány van. Ez a mai világ ez azt hozza, hogy minden drágul, és így emelni kell azon a kereten, ami eddig rendelkezésre állt a pályázatban. Ezt aki a pénzügyesek meg a pályázatíró, ezt nyilván kezelni fogja. A kivitelező ugye előállt azzal, hogy nem fog beleférni abba az összegbe, és gondoljuk, hogy ez valamilyen szinten jogos is, hogy ez mennyire mehet följebb, ezt majd el kell dönteni. És akkor a pályázatokban ezt módosítani kell, van rá lehetőség. Meglátjuk, hogy mit hoz még a jövő. Az biztos, hogy ez a csarnok meg fog épülni, tehát az hiedelem, hogy ez nem fog fölépülni, és dupla teremmel, tehát úgy azért van most már két úgymond ilyen fémszerkezet egymás mellett, mert ugye két terem lesz, egyik egy fő, ahol a lelátó van, a másik pedig egy munkacsarnok, óriási szükség van rá, tehát ezt már most mondhatom, hogy tulajdonképpen ez a pár egyesület, ami itt van Cegléden, ez simán belakja, még lehet, hogy kicsi is lesz. Igen, és a Tau révén ugye nektek is ebben rengeteg munkátok van, meg várakozásotok is, nektek is, a férfi kosárlabdának is, és hát nem is akarlak én ezzel kényelmetlen helyzetbe hozni, de valóban, tehát nagyon sokan várjuk azt, hogy ez készüljön el minél hamarabb. Hát én a kivitelező szájából most éppen azt hallottam mai nap, hogy jövő héten nagyon meg fognak indulni, tehát látványosan. Most egy olyan munkátok voltak, ami vagy álltak éppen, ez igaz, vagy pedig olyanok, ami nem egy ilyen látványos dolog, de jövő héten emelkedni fognak már itt a falak, és akkor a fémszerkezetek továbbá, és akkor látszódni fog, hogy tényleg megy a munka, és minden visszáll a rendes kerékvágásba. Ami Laura számotokra is azért pazar lenne, hiszen nem kellene annyit utazgatni jobbra-balra, hanem egy konkrét hely, és nyilván ez lendítene a csapat szekerén. Igen, sokkal egyszerűbb lenne, hiszen nekünk elég nehéz megoldani, hogy iskola után még hazamenni, utána a tanulása külön tanároktól kezdve a magánélet, és utána még átmenni. És akkor most hol ide megyek edzésre, hol ott a megyek edzésre, hol itt játszom. Mert tulajdonképpen most a hazai meccseket is idegenben. Igen. Játszátok. Egy néhány gondolatot még azért rossz meg velünk, én arra kérlek a gólkirálynői címeidről. Mert azért ez, ugye nyilván követtétek, láttátok, hogy hú, akkor még ennyi kellene, és aztán egyszer csak meglett. Igen, hát az elején nem igazán készültem erre, hogy én igenis első szeretnék lenni. A közepe és a vége fele, amikor már láttam, hogy elő vagyok, akkor nyilván még többet tettem oda, hogy ez így is maradjon, vagy illetve minél több góllal az élen maradjak. Van most már néhány meccs ebből a bajnokságból is a hátad mögött. Ez az NB2, ez most számodra így hirtelen mennyire mély víz, vagy mennyire kemény teher alatt nő a pálma? Hát ugyanúgy állok hozzá, mint bármikor. Nyilván nehéz, de ezt is meg tudjuk csinálni, hogyha úgy állunk hozzá. Zsolt, mit várhatunk ettől a bajnokságtól? Hát azt tűztük ki célul, mert most nagyon... Tavaly az előző szezonban 5. volt a felnőtt csapat. Igen.
tulajdonképpen azt tűztük ki magunknak célul, hogy éljük túl, de ez nem azt jelenti, hogy maradjunk bent, tehát azért túlélés az azt jelenti, hogy azért ott maradjunk ott elő, de valójában ez, tehát ez a kettős nehézség, ez a Covid is, és szerintem most is meg jönni fog, tehát nem hiszem, hogy csak úgy meg fogjuk úszni. És az, hogy nincsen csarnokunk, ez csak azt mondhatja, hogy éljük túl, legyünk egy kicsit pozitívak, próbáljunk ezen átlendülni, ez az egy év, ez még el kell, hogy teljen. És akkor attól még olyan jó a gárda, meg olyan jó erős a keretünk, több korosztályban és a felnőttben is, hogy úgyis jönni fogunk az eredmények, és akkor ott leszünk valahol az ilyen. Igen, és hát nagyon sok csapatot üzemeltettek, tehát azért ne feledkezzünk meg a fiatalabb korosztályokról sem. Tőlük mit lehet várni? Egyáltalán a létszámban érezteti-e a hatását ez a két laki vagy sok laki élet, ez a kényszerpálya, ami most mozogtok? Igen, az idén már érezzük, nem volt tagsággondunk, úgymond, de a tavaly... Táborok is teltházasok voltak. Hát igen, az egy kikapcsolódás, de azért valamit mutat az is, hogy népszerű a kézilabda itt Szegléden. Nekünk az U9 és U10-ben mutatkozott meg a tavalyi évünk, tehát ugye, tavaly nem jutottunk be az iskolákba toborozni. Nem voltak új gyerekek, és U10-ből felkerültek U12-be azok a gyerekek, akik ott voltak, és most azt láttuk, hogy úgy kezdtük a szezont, hogy vannak 6-an az U10-ben, U9-ben pedig 3-an, tehát, de most már újra bent vagyunk a suliba, tehát valahogy ez realizálódni fog. Az U12-nél például a létszámstoppot kellett most már beállítani, mert egyszerűen van egy határ, ami fölött nem lehet túl sok gyerek. A többi korosztályban sincsenek problémáink, látod, hogy a serdülőben 28-as keretünk van, tehát az nagyon soknak számít. Laura, mit üzensz innen a fiatalabbaknak? Hajrá cápák, gondolom egyrészt, másrészt igen. Minél többen jöjjenek kézizni? Igen, az egyértelmű, és hogyha valamit kicíznek maguk elé, akkor azt vigyék is végbe. Ennél pazarabb zászlóim, azt hiszem, hogy nem kell. Laura, gratulálok! Köszönöm. Sok ilyen játékost kívánok Zsolt a cápáknak, mint Laura. Köszönöm, hogy itt jártatok, jó munkát, és akkor hajrá cápák! Köszönjük szépen! Kedves nézők, ez volt a hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!